A minap fejeződött be az a program, amely a régióban közel 500 000 embernek biztosítja ma már a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. Egy nagyon hosszú folyamatnak jutottunk a végére, egy nagy beruházás vette a mai nappal, ugye lett a pont év a végére. Ez egy olyan hulladékgazdálkodási program, amelyre példa a térségben, se Magyarországon, se a környékbeli államokban még nem volt. Akkor, amikor itt magáról a projektről beszélünk, akkor a 2008. október 23-ai dátummal aláírt támogatási szerződésről beszélünk, ami több mint 17 milliárd forint. Merza Péter projektvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a Somogy, Tolna és Baranya megyét érintő hulladékgazdálkodási beruházás 17,5 milliárd forintból valósult meg. Segítségével 313 településen a keletkezett hulladék 70%-át feldolgozzák, újrahasznosításra készítik elő. Ez egy olyan összefogás eredményeként jelentkezett, ahol három megye közel 500 000 lakosát érintő programról van szó. Lényegében arról lehet beszélni, hogy egy abszolút korszerű, a mai kornak megfelelő technológiával történő hulladékválogatás után a keletkezett hulladék 70%-a újrahasznosul, és mindössze 30%-a, kevesebb mint egy harmada az, amely ténylegesen deponálásra, elrakásra kerül különböző területeken. A három dél-dunántúli megye hulladékgazdálkodása a program teljes körű elindulásától uniós színvonalú lehet. A jövő a következő itt élő generációk érdekeit szolgálva. Nyilvánvaló, hogy itt egy csapásra, néhány nap leforgásra sikert remélni nem lenne egy bölcs dolog. Meg kell szokni ezt a fogyasztóknak, tehát aki hulladékot termel, vagy hulladék állítódik elő a háztartásában, rá kell szoknia arra, hogy a hulladékot nem a megszokott módon egy központi, vagy egy darab gyűjtőedénybe dobja, vagy helyezi el, hanem akár több, akár három, vagy adaszorul négy irányba is ugye figyelni kell a hulladéknak a szelektálására. Olyan vállalkozásnak jutottunk a végére, ami nyugodtan mondhatom, hogy példanélküli. A keddi záró rendezvényen Páva Zsolt, a Mecsekdráva program társulási elnöke példátlannak nevezte a végrehajtott fejlesztéseket. Mint mondta, hazánkban ez a rendszerváltást követő legnagyobb ilyen jellegű projekt. Én nagyon bízom benne, hogy ez jó be fog válni Pécsett, és az egész régióban ez a fajta új modell.